Köszöntöm nézőinket és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Huszárné Kürti Évát, a Szentendrei Járás Egészségfejlesztési Iroda vezetőjét. Üdvözöllek! Én is üdvözlök mindenkit! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Egy nagyon nehéz vírusos helyzet után vagyunk, és itt el kell mondanom, hogy azért nincsen rajtunk maszk, mert egy berendezés vigyáz ránk a beszélgetés alatt. De akkor kezdjük is itt a vírusnál, hogy titeket hogyan érintett, hiszen egészség, a közösség egészségéért tesztek folyamatosan. Hát igen, azt gondolom, hogy nekünk is nagyon sok minden új dologhoz kellett alkalmazkodni. Nyilvánvalóan személyesen nem tudtunk programokat megszervezni, így ki kellett találni, hogy milyen módon jutunk el az emberekhez. Számunkra is maradt az online világ, úgyhogy a Zoom felületen, meg Facebook oldalakon indítottunk különböző csoportokat, meg kisebb tanfolyamokat. Szerencsére azért sokakat elértünk, mert jelentkeztek ezekre a tanfolyamokra az emberek. Ennek volt egyrészt egy hátránya is, hogy olyan személytelenné vált meg mindenkinek, egy kicsit ki kellett lépni a komfortzónájába, és megtanulni, hogy hogy beszél egy kamerának, vagy egy egyszerűen csak egy felületnek. Másrésztről meg volt előnye is, mert sokkal több helyszínről tudtunk embereket egyszerre elérni, és aki csak az esti órákban tudott ott lenni, az el tudott minket így érni. Ami egy fontos feladatunk volt, amit viszont mi is megtapasztaltunk, hogy nagyon erősen kellett a lelki egészségre koncentrálnunk, mert láttuk, hogy milyen feszülés és milyen sok megoldatlan és új helyzet van az emberek előtt, és mennyire küzd ezzel mindenki, és ez mindenkit megterhel. Egyébként, hogy látjátok, hogy ha lehet ilyet kérdezni, hogy mennyire, vagy melyik korosztályt viselte meg leginkább ez a nehéz időszak, ez a bezártság, hiszen családokról beszélünk, párokról, idősekről. Én ezt nem is korosztályra bontanám, mert ez mindenkit megviselt, sőt, ha azt vesszük, hogyha egy családot nézünk, ott bárkit érint, az kihat az egész családra, tehát nem lehet így külön választani. Inkább attól függ, hogy ki milyen személyiség, milyen szűk helyre van bezárva, milyen segítséget kap a családtól, milyen módot talál arra, hogy a barátokkal találkozzon, hogy feloldja a feszültséget. Pont ezért volt jó, hogy indítottunk stresszkezelő tanfolyamokat is, mert itt megtanulhatták, akinek esetleg ez kevésbé ment, hogy milyen kis apró módszerekkel tud ezen a feszülésen segíteni, és így az egész rendszerre, meg a családra akkor egy pozitív hatással hatni. Azért ez nagyon fontos, amit mondasz, és az is, hogy az online tér, hiszen most mindannyian az online térbe kényszerültünk, ahogy ti is, de hogy ennek már lehet érezni, hogy ez nem csak jót hozott, hanem negatívumokat is? Igen, mi amit tapasztalunk, egyrészt van egy olyan érzés, én azt látom, hogy az embereknek valahogy így már elege van az online térből. Tehát valahogy besokaltak. Azt gondoltuk, hogy majd minden az online világ irányába fog elmenni, de ez most megmutatta, hogy csak ott nem lehet. Tehát van erre is szükség, és mi is meg fogunk tartani ilyen programokat, de egyszerűen a személyes jelenlétet, az emberi kapcsolatot, azt semmi nem pótolja. Tehát ez az egyik a kérdésedre a válaszom, hogy itt látjuk, hogy ettől valahogy az emberek besokaltak. A másik meg, hogy nyilván látjuk, tehát hozzánk is érkeznek kérdések, meg magunk körül is látjuk, hogy mindenki feszültebb. Ha csak a közösségi médiát nézzük, ott is látjuk ezt a hatalmas feszültséget. Feszültség, meg problémák, de ti mindig a megoldáson dolgoztok. Mi lehet ezekre a problémákra a megoldás? Hogy látod? Hát egyrészt mondjuk az biztos, hogy sokat fog most segíteni, hogy nyitunk, és újra lehetőség nyílik a személyes találkozásokra. Mi is elkezdünk most már élőben is programokat, illetve mi, amiben segítséget tudunk nyújtani, az változatlanul a stresszkezelő programjaink, hogy ebben tudunk megoldásokat kínálni, illetve létrehoztunk egy Pszichológus válaszol című rovatot, ami egy levelező rendszer. Azért is adtuk ezt a címet, mint régen az újságokban az orvos válaszol, hogy egy picit ez irányítja a figyelmet talán, hogy miről van szó. Itt van egy e-mail címünk, amit a pszichológus kollégáink néznek, és a beérkező levelekre ők írásban válaszolnak.
Amit kiemelnék, hogy itt nem tudunk hosszú távú pszichoterápiát végrehajtani vagy végezni, tehát alapvetően arra hoztuk létre, hogyha ebben a pillanatnyi helyzetben valaki úgy érzi, hogy a sok megoldatlan problémával elakadt, nem tud rá választ, megoldást találni, és egy szakembertől szeretne segítséget kérni egy konkrét problémára, akkor él ez az oldal, és akkor érdemes ezzel a lehetőséggel élni. Vannak olyan helyzetek, amikor valaki krízisbe kerül, nagyon erőteljes élmény éri. Ezt mi nem tudjuk megoldani ezzel a segítő oldallal, viszont hogyha így keres minket valaki, tanácsot tudunk adni, illetve tovább irányítani. A honlapunkon is fent van a krízis vonalaknak az elérhetősége, ugyanis léteznek ilyen vonalak, amik kifejezetten bizonyos problémákra specializálódtak, és akkor oda irányítunk mi is. Egyébként mi a tapasztalat, hogy mennyire mernek az emberek segítséget kérni, mert őrül magában próbálja a megoldást, van egy pont, amikor ez ki tud robbanni? Hát ez is változó, nagyon sokan vannak, akik nehezen kérnek segítséget. Sőt, nagyon sokszor, aki nagyon nagy bajban van, lehet, hogy szégyelli is, és nem szívesen mutatja meg magát. Ez a levelező rendszer ebből a szempontból is előnyös, mert ez anonim. Ha valaki úgy érzi, hogy elárulna az e-mail címe, a mai világban olyan könnyedén lehet már egy Google fiókot létrehozni. Tehát itt anonim módon lehet kérdezni. Azért ez fontos, amit mondasz, bátrabbak vagyunk név nélkül. Szerintem igen. Erre a szakembereink nyilván részletes választ tudnának adni, de azt tapasztaljuk, hogy igen, ha csak a social médiát nézzük, mennyire ismerős a jelenség, hogy olyan könnyedén beszólogatnak az emberek, már bocsánat, hogy ezt mondom, tehát hogy egy kicsit ilyen felületeken könnyebben megnyilvánulunk, mint amikor négy szem közt vagyunk. Mi ez a gát, amit ilyenkor át tud törni egy szakember, hogy megnyíljon az ember? Több kérdés, vagy bizalmat kell elsősorban gondolom nyerni, de ez nálatok a szakembereknél igen, már kialakul. Igen, hát a pszichológus szakembereink ehhez nyilvánvalóan értenek, ezt tanulják. Alapvetően, igen, amit te is említettél, a bizalom. Hogyha valaki azt érzi, hogy én odafigyelek rá, és értő módon tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy ő mit mond, és meghallgatom őszintén, akkor megnyílnak az emberek. Senkit nem szabad sürgetni, viszont tényleg napi szinten tapasztaljuk azt. Van például egyéni állapotfelmérésünk, ami nem egy pszichológiai tanácsadás, de életmódbeli dolgokról beszélgetünk, és sokszor látjuk azt, hogy csak kérdezünk, figyelünk, meghallgatjuk, mit válaszolnak az emberek, és még aki zárkózottabb is egy idő után megnyílik, és elindulnak belőle a kérdések. És ha már az indulásnál vagyunk, és a kérdéseknél, akkor hogyan kezdődnek nálatok újra a programok, hiszen már el is kezdődtek, ha jól tudom. Hát egy programunk volt, ami igen, élőben zajlott, Dunabogdányban csatlakoztunk. Erre gondoltam. Csatlakoztunk egy kezdeményezéshez. Ott az egyik helyi tornatanárnő kollega Szűcs Kati indított egy egészségfejlesztő programot, és szabadtéren tornáznak, meg keresi a szakembereket, úgyhogy mi is lelkesen csatlakoztunk ehhez a lehetőséghez, hiszen pont ez a célunk, hogy minél több emberhez eljussunk. És itt a légzés és stresszoldás szolgálatában programunkat hallgathatták, illetve próbálták a jelenlévők, a pszichológus kolléganőm Fogarasi Beatrix vezetésével. Aztán tervezünk előadásokat, azokat az előadásokat, amik eddig online voltak, táplálkozással kapcsolatban például a Tóth Eszter kollégámnak is van 4 előadása, többek között például az ételallergiákkal és intoleranciákkal kapcsolatban, a 65 év felettiek táplálkozásáról. Akkor készült a Bennünk élő istennők című előadással Leosik Marian pszichológus kolléganőnk, ugye a női létnek és a nőiesség különböző aspektusairól egy könyvet dolgozt fel, egy pszichiáter írta ezt a könyvet.
stresszoldó programokkal is a továbbiakban is megyünk, és élő helyszíneken is, illetve Horváth Juditot is említenem kell, ő a biblioterápiát viszi továbbra is majd, és reméljük élőben is elindulhat, mert igazán ennek is ott van hatása, és ebben Judit nagyon jó. Pomázon van egyébként kapcsolatunk, ahol a művelődési házzal együttműködést kötöttünk, de szeretnénk mindenképpen Szentendrén és Budakalászon is keresni helyszínt, ahol meg tudjuk ezeket a programokat valósítani. Ugye eddig annyira bizonytalan volt, hogy mikor indulhatunk, tehát ezért nem tudtunk még hosszú távra gondolkodni. Egyébként mi a tapasztalat, hogy egy-egy ilyen program, amikor megvalósul, akkor nagy a különbség a között, hogy az emberek megérkeznek, és ahogyan távoznak egy-egy ilyen előadásról? Igen, igen. Azt tapasztaljuk, tehát ugye már voltak élő, még a vírus előtti helyzetben élő foglalkozásaink, és hát egyrészt a stresszoldó foglalkozásoknál szemmel látható az a megkönnyebbülés, meg az a lelkesedés, ahogy az emberek ott rálátnak egy picit magukra, kapnak új megoldókészletet, és akkor egy ilyen nagy felszabadulás van utána. De a többi programnál is azt látjuk, hogy először még mindig olyan kis óvatosan jönnek, ugye új helyszínre, új helyzetbe, mindenki más-más módon, de nyilván egy kis feszüléssel érkezik, és utána meg feloldódás van, és kialakul egy olyan kis közösségi hangulat, ami mindenképpen egy pozitív dolog, ezért is várjuk az élő előadásokat, mert sokkal személyesebb. Amik eddig is voltak, tehát kétféle dologban gondolkodunk. Az egyrészt, hogy lesznek ilyen kurzusaink, amik pár órás, kifejezetten ilyen workshop-szerű kurzusok, illetve tervezünk most már ilyen előadásokat is, ami meg plenáris előadás, tehát aminek nincsen határa, nyilván befogadó képességtől függ, de nem ilyen 10-12 fős kis csoportok, hanem kifejezetten akár nagyobb előadókban is gondolkodunk. Kik azok, akiket jobban megmozgat az egészségmegőrzés, mint téma? Hát ez a témától is függ, meg az időponttól is. Tehát alapvetően azt látjuk, hogy elsősorban inkább az idősebb korosztály jelentkezett, de egyre több fiatal is ránk talál, és keresik a programjainkat. Nők, és igen, épp ezt akartam mondani, hogy inkább a nők. Ez köztudott, tehát a nők jobban odafigyelnek magukra, és a családnak az egészségére is a nők figyelnek inkább oda. A férfiak azért még tartják magukat, ők hősiesebbek, és a nő az, aki, hogyha férfi jön, akkor általában a feleség hozza. Hogyan lehet egyébként megszólítani ezeket a kicsit nehezebben elérhető férfi embereket, illetve nehezebben elérhető korosztályokat? Hát, ez egy jó kérdés, mert ezen mi is sokat törjük a fejünket. Szeretnénk minél több embert mi is elérni. Nem tudom, tehát nyilván igyekszünk olyan módon meghirdetni a programokat, ami olyan kulcsszavakkal, és megtalálja azokat az embereket, akiket ez a téma érdekelhet. Amikor már helyben ott vagyunk, nyilván az előadón is múlik, tehát becsalogatni nehezebb az embereket. És amit tapasztalunk, hogy valahogy még olyan nehezen is, mert nincs a kultúránkban az, hogy mi munka után elmegyünk, előadásokat hallgatunk, valahogy ugye a magyar családok kicsit be vannak zárkózva. És ezt is szeretnénk, hogy valahogy a közösségek jobban nyissanak. Nyilván a vírushelyzet ezt most megakadályozta, de talán most, hogy úgy az emberekben is van egy ilyen nagyobb vágy, meg megtapasztalták talán. De nem tudok, látod a kérdésedre, nem tudok konkrét választ adni. De majdnem sokára biztosan ez is megérkezik, amikor majd egyre többen visszatérünk a közösségi programokhoz és az egészségmegőrzéshez is. Azonban említetted azt, hogy a legnagyobb probléma az elmúlt időszakban az a lelkiekben jelentkezett. Igen. De mi a helyzet az evéssel? Hiszen azért nem nagyon volt másra lehetőség otthon tévét nézni, számítógép előtt ülni, és nassolni. Hát jó, hogy említetted, mert azt is tapasztaljuk, hogy egy kicsit beszűkült az életterünk, tehát már csak azzal, hogy nem sokan home office-ba kényszerültek, nem megyünk annyit, igen. És ráadásul igen, a közelben van a nasi, tehát sokakat érint, hogy egy pár kilót felszedtek, és ami inkább elgondolkodtató, hogy a gyerekeket is. Tehát, hogy... Pont ezért kérdezem.
Igen, igen. Hogy az online lét az őket is megviselte fizikálisan is, hiszen sem edzések nem voltak, viszont egy gyermekkel mennyire jellemző az, hogy dietetikushoz fordulnak a szülők? Hát azt tapasztaljuk, hogy akkor, hogyha már nagyobb gond van, és jelentősebb a túlsúly, vagy hogyha valami olyan étkezési zavar van, amiben segítséget kérnek, vagy bármiféle allergia, intolerancia, amivel fordulnak hozzánk. Most nekünk így egyéni tanácsadásunk kifejezetten gyerekeknek nem volt, tehát mi is ezzel a szeibe irányítjuk a szülőket, hogyha konkrétan egyfajta problémára összpontosítanak. De például van a testsúlykarbantartó programunk, ami eddig Facebook csoportban volt, most pedig levélben küldjük ki a videókat, és azt gondolom, ezzel például tudunk segítséget nyújtani, mert itt alapvetően a táplálkozással, a túlsúllyal kapcsolatos témakört dolgozzuk fel nagyon sok irányból. Tehát beszélünk általánosságban arról, hogy mit nevezünk túlsúlynak, mik a konkrét mérőeszközei, miért nem jó csak, ha a mérleget nézzük, táplálkozásban milyen apró dolgokra érdemes odafigyelni, milyen érzelmi kötődéseink vannak, akár a stresszen keresztül, családban hozott mintákon keresztül, hogy ne megfelelően táplálkozzunk. Tehát az ördög itt is a részletekben rejlik, és nagyon sok irányból megközelítjük ezt sok szakemberen keresztül, és azt gondolom, hogy például ez is segítség lehet. Az biztos, a testképzavar az nagyon jelen van az életünkben? Hát most erre százalékosan nem tudok mondani, de az nem biztos, is kérlek, hogy egyre fiatalabb korban jelentkezik. Mondjuk attól is függ, hogy melyik formája. Az anorexia az nagyon ismert, a bulimia az kicsit későbbi korosztály, de azt is ugyan sokan ismerik. De például nem tudnak, legalábbis azt tapasztalom, az emberek nagy része nem tudja, hogy például létezik ortorexia, ami ez a kóros mértékű egészségesen táplálkozzunk kórkép, és ez is felmerülhet, hogy mitől kezdve kóros ez, hiszen hogyha nagyon egészségesen és odafigyelek rá, akkor abban mi lehet a rossz. Alapvetően, amikor elkezdi uralni az életünket, amikor elkezdek mindent alárendelni, meg e köré szervezni, és már elmaradnak dolgok, mert ez a fő fókusz az életemben, és nagyon sarkosan, és nagyon mindenmentesen, akkor itt érdemes elgondolkodni, hogy valóban biztos, hogy jó irány ez. Vagy például van az izomdizmorfia, amikor ez picit más, mint a lányoknál, mondjuk zömmel a lányoknál jellemző például az anorexia, hogy úgy látja valaki, hogy nem elég izmos. Ugyanúgy testkép zavar, tehát nem a valóságot látja, és folyamatosan edz, és egyre nagyobb izmokat próbál növelni. Tehát a kóros sportolás is, tehát a sportolásnak is van egy olyan mértéke, amikor már átszakad ez a gát, és nem tudom az egészséges mértéket, és nagyon-nagyon egy irányba megy az életem. Tehát, hogy ezekkel is érdemes vigyázni. Érdemes vigyázni, és érdemes veletek felvenni a kapcsolatot, de hol és milyen fórumon érnek el titeket az érdeklődők? Az irodánk Pocsmegyeren van, az efi.szentendre.hu weboldalon elérhető a telefonszámunk, onnan el lehet érni a Facebook oldalunkat, az e-mail címünket, tehát ilyen módon meg lehet minket keresni, illetve a Facebook oldalunkat javaslom nézni, mert mindig ott posztolunk ki minden új eseményt, illetve igyekszünk közösségi, tehát lakossági közösségi csoportokban is ezeket a lehetőségeket megosztani, hogy minél több embert elérjenek. Én pedig arra kérlek, hogy legközelebb is fáradj be hozzánk, és beszélgessünk újra programokról nálatok. Még egy dolgot hozzátennék, hogy a mozgásról meg ugye beszéltünk a táplálkozásról is, és tervezzük, hogy elindítunk a Czóbel Parkban egy közösségi tornát kedreggelente. Ugyanez délelőtti időpont, azt látjuk, hogy sokan dolgoznak azért két műszakban, vagy otthon vannak, vagy home office-ban akár, hogy szeretettel várunk mindenkit. Ezt is a Facebook oldalra kérjük, de úgy tervezzük, hogy 8-án kedden, tehát jövő hét kedden lenne az első alkalom, úgyhogy várunk szeretettel mindenkit. Mozogjunk akkor együtt, nincs más hátra. És még egyszer köszönöm, hogy a vendégem voltál.
Én is köszönöm a meghívást. Vendégem volt Huszárné Kürti Éva, a Szentendre járási egészségfejlesztési iroda vezetője. Nézőinknek köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!